Most viszont már megvan ez a stílus, hogy kiáll az gyerekbe, ez abszolút. Bolemás. Igen. Mit csinálj akkor, hogyha egy egyórás kényszerszünet következik be az idei világbajnokság közvetítésében? Hát például menjél el arra az egy órára bringázni, hogy ez az idő se essen ki. Persze, bringázni akkor jó, hogyha normális felszerelésben teszed ezt, és ha kényelmes lesz a bringázás. Természetesen a sisak és a szemüveg minősége is nagyon fontos, de talán a ruházaté, amit közvetlenül a testünkre veszünk föl, még ennél is fontosabb. Hát, elmegy. Jó lesz, mi lesz jó mára? Hát, pont a világbajnokságra készített szantini mez. Az például kiválóan jó lesz a mai napra. Tegyük hozzá ezt is a többihez. Lassan alakul a dolog. Most még egy mezt is kell választanunk. Na, most már ez is megvan. Még egy zokni, hiszen a hozzá passzoló zokni az mindig lényeges a kerékpáros ruházatában. És azt hiszem meg is vagyunk. Kerékpáros sisak alá való sapka, az kicsit megosztja a bringásokat, valaki szereti, valaki nem, de egy valamit biztosan nem felejthetünk ki, ez pedig nem más, mint egy jó kerékpáros kesztyű. Ezek a cuccok nem véletlenül estek ki a szekrényemből, a Santini hazai forgalmazójától kaptam, és kifejezetten az idei yorkshire-i világbajnokságra lettek készítve. De igazából kíváncsi voltam arra, hogy egy ilyen profi minőségű ruházat az mit tud. A Santini nem egy most kitalált startup, 1965-ben alapították, és azóta egyetlen profilja van, ez pedig a profi kerékpáros ruhák gyártása. Nem véletlenül került ez a felvarró sem a mezeikre és nadrágjaikra, hiszen ők az egyetlen hivatalos beszállítói a világbajnokság bajnoki mezeinek, és emellett persze rengeteg profi csapattal működnek együtt, akiknek a csapatruházatát ők szállítják be, illetve versenyeken a dobogókon is rengetegszer lát Santini mezben és nadrágban bringásokat. Szerencsére a mezen és nadrágon nem lett túlzottan hangsúlyos a szivárvány színű csíkozás, hiszen azért ezeket a csíkokat ki kell érdemelni, halandó kerékpárosok inkább nem betündököljenek. Így viszont, hogy ez kifejezetten a világbajnokságra készült, így talán még megbocsátható, ha ebben látnak. Sokan nem is tudják, miért fontos egy igazán jó bringás ruha, és miért jó abban tekerni, és miért nem jó sokszor egy pár ezer forintos, vagy esetleg használt cuccban bringázni. Lesz majd erről egy külön videóm, ahol összehasonlítok különböző árkategóriájú mezeket, nadrágokat, de most egyelőre ezzel a szettel foglalkozok, ami éppen rajtam van. Ahogy már az eddigi videóimból is láthattátok, nem vagyok az a kifejezetten nátszálvékony alkat, sőt. Ilyenkor még jobban kijön az, hogy mennyire jó egy meznek, meg egy nadrágnak a szabása. Ugyanis akkor is jól kell rajtad állnia, hogyha egy XS-es méretet hordasz, és akkor is jól kell állnia, ha egy XXL-eset, mint ami most rajtam van. És bizony a legtöbb gyártó itt vérzik el. A mezek általában jól mutatnak az ilyen XS-es méretben, meg a 0%-hoz közeli testzsírral rendelkező bringásokon, de akiken van felesleg, azokon vagy nem áll jól, vagy nem áll testhez, vagy nem kényelmes, valahol gyűrődik, a szabása nem olyan lesz, tehát valahogy a nagy méretek soha nem szoktak jól kijönni. Szerencsére itt a Santininél ezzel nem volt semmi probléma.
A nadrág talán egy fokkal még fontosabb, mint a mez, hiszen azon ülünk, azon van a teljes testsúlyunk, és a benne lévő betétnek a formája, az nagyon-nagyon lényeges, hogy hosszú távon mennyire lesz kényelmes a bringázás, és mennyire fogja feltörni a nyereg a fenekünket. Sokan azt gondolják, hogy a nyereg az egyetlen pont, amin múlik a kényelem, pedig nem így van, a bringás nadrág betétjén talán egy fokkal több múlik, mint magán a nyergen. Szintén nagyon fontos, hogy ahol el vannak vágva a mezek és nadrágok, tehát az ujjak végeinél, a comboknál, ott milyen az eldolgozás. Ezek a lézervágott anyagok, ezek baromira jók, mert nincsen semmiféle gumírozás rajtuk, ami később így rendesen beleég a bőrödbe, hiszen kicsit szorosnak kell lennie, hogy ne csúszson föl akkor, amikor pozíciót váltasz a bringán, meg amikor mozog a lábad, akkor ne csúszkáljon föl le, de hogyha ezt túlzásba viszik, akkor rendesen így benne marad a nyoma a lábadban ennek a gumírozásnak, ami itt van. Szerencsére ennél a mezetnél szintén nincs ilyenről szó, de nyilván ez egy olyan árkategória, ahol ezt el is várjuk. Ez a mez már a mai trendeknek megfelelően egészen hosszú ujjal készül. Régen ugye körülbelül idáig értek az országúti mezek is, most már az a divat, hogy egészen leír a könyököt fölé, és valójában azt gondoltam, hogy melegebb lesz, mint egy normál mez, de az anyaga annyira jól szellőzik, hogy semmit nem vettem észre abból, hogy hosszabb az ujja, mint a megszokott mezeimnek. Nem mindenki szeret kesztyűt hordani bringázáshoz. Országúton én is váltakozó, hogy veszek föl vagy nem veszek föl, viszont ha már veszel föl kesztyűt, akkor nagyon lényeges, hogy amikor behajdítod a kezedet, akkor olyan méret legyen és a varrás olyan legyen, hogy a tenyerednél ne gyűrődjön. Mert ha gyűrődik, akkor az szintén kényelmetlen lesz, nyomhatja az ereket, és akkor egy idő után zsibbadhat tőle a kezed. Levételkor pedig az a lényeges, hogy ez a kis fül, ami rajta van, ennek a segítségével le tud húzni a kesztyűt, mert egyébként egy ráizzadt tenyérnél rendesen kínszenvedés ezt megtenni. Ha egy kicsit hidegebbre fordul az időjárás, mint most így szeptember végén, de nincsen még annyira hideg, hogy hosszú ujjúban kelljen bringáznod, akkor baromi jól jön, ha fel tudod húzni egészen ide a nyakadig a mezt, és ez is melegít egy kicsit, de ilyenkor a szabás az nagyon lényeges pont, hiszen ki tudja dörzsölni a nyakadat, főleg borotválkozás után, és az egészen kellemetlen tud lenni. Itt szerencsére semmilyen probléma nincsen, bár ide a cipzár végére egy kis takaróanyagot azt igazán rakhattak volna, még akkor lett volna igazán tökéletesen kényelmes. Nyilván az is magyarázatra szorul, hogy egy országúti szerelésben miért hegyi kerékpárral jöttem ki, ennek két oka van. Az egyik, hogy eladtam az országútimat, és nem jött még meg a másik. A másik pedig az, hogy a környéken nem találtam olyan útvonalat, ahol kényelmesen tudtam volna videózni, anélkül, hogy vagy autók zúgtak volna el mellettem, vagy annak meg lett volna az esélye, hogy valaki elüt. A mondandóm lényege úgyis a mezről szól, most vonatkoztassunk el attól, hogy Montival vagyunk. Persze ez megint egy jó kérdés, hiszen ezt a mezetet nem csak országúton lehet fölvenni, hegyi kerékpározásra is tökéletesen alkalmas, hátul megvannak ugyanúgy a zsebei. Egyedül talán annyi probléma van vele, hogy itt a felsőnek egészen világos a színe, ami mondjuk egy saras tekerés után nem biztos, hogy könnyen mosható, de mondjuk az emberek többsége amúgy sem egy kis árba bringázni. Persze egy ilyen mezetnek az ára nem kevés, sőt alapvetően sokba kerül, de ha sokat bringázol, sokat ülsz a nyerekben, vagy hosszú távokat bringázol, tehát lehet, hogy csak egy héten egyszer ülsz biciklin, de akkor a hétvégén 8-10 órát a nyerekben vagy, akkor baromira lényeges lesz az, hogy milyen kategóriájú mezgarnitúrát vásárolsz. És ahogy mondtam már, még nem is annyira a felsőnek a minősége számít, bár tényleg a szabás miatt az is nagyon lényeges, hiszen sehol nem szorít, sehol nem gyűrődik, de a nadrág az minden pénzt megér, mert ha az kényelmetlen, akkor az egész biciklizés oda van. És ha már kaptam egy ilyen szép messzettet a Santini hazai forgalmazójától, akkor talán belefér egy kis reklám. Érdemes megnézni a webshopjukat, hiszen nem csak ez az egy világbajnokságra készült mez van benne, hanem rengetegféle ruha közül választhatsz, és igazából profi kerékpáros ruházatokat gyártanak, nyilván az árcédula is ehhez igazodik, de ha komolyan gondolod a bringázást, akkor ebbe is be kell ruházni ugyanúgy, mint egy jó kerékpárba, egy jó gumiba, egy jó nyerekbe, vagy mondjuk egy GPS-es kilométerórába. Most pedig kihasználom még a maradék időt, mielőtt folytatódna a világbajnokság, és tekerek egy karikát. Na, és reméljük, folytatódik a verseny. Mindjárt a Boszkon. 41 km, még ideális, így kell összerakni a lapot. Most Trentin elindul, ki tud neki beállni? Matteo Trentin, első helyről, Matt Pedersen mellette. Matt Pedersen kikerüli Trentint és megnyeri a világbajnokságot! Pedersen élj az arany, Trentin 2, Künk 3! December 18-án lesz 24 éves. Visszateretnek egy szivárvány színű trikót.
Köszönöm.